1,2 milliárd forintba került a Nemzeti Hírcsatorna kialakítása. Ez derül ki az MTVA válaszából, amelyet a BBC kritikájára adott. Korábban az RTL híradó is kérdezte az állami médiát, hogy mennyit költöttek az átalakításra, de nekünk nem válaszoltak. A brit közszolgálati adó blogjákban írta, szerintük 80 milliárdért újjászervezett magyar állami tévéről, amin az első napon a nézők technikai nehézségek miatt üres képernyőket nézhettek. Az MTVA válaszolt a kritikákra, azt írták, a 80 milliárd a cég teljes éves költségvetése, ebből költöttek 1,2 milliárdot az átalakításra.